finn öböl partján álló Szentpétervárt joggal nevezik Észak-Velencéjének, hiszen az itáliai városhoz hasonlóan csatornák és apró szigetek által alkotott lagúnára épült. A Néva folyót és a deltát alkotó folyóágakat mesterséges csatornákkal kötötték össze. A 68 vízi út teljes hossza 165 km. Hajóval bejárhatjuk szinte az egész hatalmas várost, mely 44 kisebb-nagyobb szigetet foglal magába. Oroszország második legnagyobb városának területe 600 négyzetkilométer, melyen hozzávetőleg 5 millió ember él. A városi közlekedés 600 hídon át zajlik, ezek között van gyalogos, közúti és vasúti híd is. Egy részüket éjszaka felnyitják, hogy a nagy tengerjáróhajók áthaladhassanak. Hosszú századokon át sok vér hullott a végtelen Oroszföldnek azért a kicsiny északi darabjáért, ahol a bővízű Néva folyó a Finn-öböl betorkollik, írta a Regélővárosokban Radványi Ervin. Egymást követve svéd és német hajóhadak vonultak a Balti-tenger hidegen, szürkén csillogó vizén kelet felé, hogy az idegen hódítók megvessék lábukat az ősi orosz izsorai területen, mely Első Péter cár szerint minden városával és településével, minden rögével ember emlékezett óta az orosz birodalom tartozéka, és idegen népek semmiképp sem uralkodhatnak rajta. A cár végül is elűzte a hódítókat és szabad utat nyitott hajóinak a Balti-tenger felé. És ekkor nagyszerű terv fogant meg a vasakaratú imperátor elméjében. Teremtsünk szilárd bástya falat, építsünk páratlanul gazdag és fenséges várost a Néva öböl szigetein, ékesítsük fel a barokk és a klasszicizmus legpompásabb alkotásaival, adjon találkozót e városban a költészet és zene, tudomány és szépség, s kikötője tárjon kaput a nagyvilágra. Itt, e helyen nyissunk ablakot Európa felé. A központban, a Palotatértől keletre áll a város egyik legszebb temploma. A Griboyedov csatorna partján díszlő épület eredeti neve a Krisztusi Feltámadás temploma, de minden helybeli csak a Vérző Megváltó templomaként ismeri. II. Sándor cár ezen a helyen lett gyilkosság áldozata, a Népakarat nevű forradalmi terrorszervezet végzett vele. Fia, III. Sándor hagymakupolás, ó-orosz stílusú templomot emeltetett ide, ezzel is jelezve, hogy a merényletet a nyugati befolyás számlájára írja. A rendkívül látványos, színes kupolás épület a moszkvai Vasili Blazsenni székesegyházra emlékeztet, számos útikönyv borítóján és turista csalogató prospektuson láthatjuk. Az 1907-ben felszentelt templom a szovjet időkben zárva volt, majd évtizedeken keresztül restaurálták, 1998-ban nyitották meg újra. Külső és belső felületét 7000 négyzetméternyi aranymozaik borítja, egy részüket a híres meseillusztrátor Vasznyecov készítette. A fal minden négyzetcentiméterét mozaikok borítják. Puritanizmusnak nyoma sincs, az ikonok itt nem keretben függnek a falakon, hanem az egész falat beborítják, és a rafináltan tervezett kis ablaknyílások minden napszakban másik szent glóriáját vonják be a napsugár aranyával. A historizáló épületben láthatjuk a meggyilkolt cár emlékművét. A kupolából Krisztus néz le ránk és követ tekintetével. Egy sima arcú fiatal fiú, akinek arcmása teljesen eltér a megszokott ábrázolásoktól. Az ortodox egyház külsőségeiben és eszméiben egyaránt eltér a nyugaton elterjedt katolikus egyháztól. Szellemi központja ma is az Athosz-hegyi Kolostor köztársaság. A miséket régen csak görög nyelven celebrálták, és az orosz, a görög, a török, a bolgár, a román és a szerb ortodox egyházak nem a pápa, hanem a konstantinápolyi pátriárka fennhatósága alatt álltak. Az orosz ortodox egyház 1589 óta független,
és azóta használja saját nyelvét liturgikus célokra. Hívei az őskeresztény egyház közvetlen leszármazottainak, az igazi hit védelmezőjének vallják magukat. Templomaikat ikonokkal díszítik, mely szó képet, képmást, valójában szent képet jelent. A templom hajóját az oltártól elválasztó falat ilyen képekkel borítják be és ikonosztáznak nevezik. Ebben az értelemben a vérző megváltó templomának valamennyi fala ikonosztáz. Az ikonfestészet egyik legnagyobb alakja Andrej Rubljov volt, akinek mesterműveit Moszkvában csodálhatjuk meg, de a Szentpétervári Orosz Múzeumban is akad néhány. Szentpétervár számos csodás látnivalója óriási tömegeket vonz. Sok a belföldi orosz turista, de sokan jönnek a volt szovjet tagköztársaságokból is, és egyre többen a világ más országaiból. Különösen sok a japán, az angol, a francia és a német turista csoport. Mint a világon mindenütt, ahol a turizmus fejlődésétől komoly bevételt remélnek, úgy Szentpéterváron is igyekeznek kiszolgálni a látogatókat és jó képet kialakítani az országról, a városról. Egyre több és egyre magasabb színvonalú vendéglátóhely nyílik, bővül a fakultatív programok lehetősége, sőt, még egy igazi keleties szuvenírpiacot is nyitottak, ahol a Lenin-rendtől a Matyoska babáig, szörme usankától az aranyozott ikonig mindent megvásárolhatunk, amire csak egy turista vágyhat. A báb figurák az orosz népmesék régen könyvekben és rajzfilmekben is népszerű hőseit ábrázolják. Különösen szépek a lakkal díszített dobozkák és kanalak. A borostyán ékszerek a puskinvárosi borostyán szoba kalandos történetére emlékeztetnek. Teljesen hitelesek a Fabergé tojások utánzatai. Az előrelátóak vásárolhatnak népi motívumokkal megfestett karácsonyfa díszeket. Különösen a nyugat-európaiak veszik előszeretettel a katonasapkákat és űrhajós sisakokat. A filatélia és a numizmatika hívei sem távoznak üres kézzel, és érdemes körülnézni a festmények, különösen a tájképek között. Első Pál cár kastélyát a később benne működött hadmérnöki iskola nyomán mérnöki palotának nevezik. A nyolcszög alakú belső udvaron áll, helyesebben ül a szerencsétlen sorsú első Pál szobra, akinek halálát nem sokan gyászolták a birodalomban. A cár a merénylőktől való félelmében valóságos erődöt építtetett, egykor még vizes árka és felvonó hídja is volt. A gyilkos azonban nem kívülről érkezett, hanem az udvar népéhez tartozott. Zubov herceg Pál édesanyjának, Katalin cárnőnek volt a kegyence. Pál még 2 hónapot sem töltött az épületben, mely ma az Orosz Múzeum gyűjteményének ad helyet. Az épület sajátos rózsaszín falairól az a történet járja, hogy egy udvarhölgy kesztyűjének színe ihlette őket. Első Pál anyjával dacolva állítatta dédapja Nagy Péter lovas szobrát palotája elé. Rastrelli alkotását ugyanis Katalin cárnő idejében nem fogadták el, mint hivatalos emlékművet, és Falconé híressé vált bronzlovasát állították fel a Néva partján. Ma mindkettőt láthatjuk, és eldönthetjük, hogy nekünk melyik tetszik jobban. Carlo Rossi tervezte a Mihály palota korintoszi oszlopokkal díszített épületét első Sándor bátyja számára. Miután helyszüke miatt az ermitásban már képtelenek voltak elhelyezni a műkincseket, a múzeum vezetése úgy döntött, hogy az orosz alkotásokból önálló kiállítást hoznak létre. Így született meg az Orosz Múzeum, mely a Néprajzi Múzeummal társbérletben a Mihály palotába költözött be. A moszkvai Tretyakov képtár mellett itt találjuk a világ leggazdagabb orosz-szovjet képzőművészeti gyűjteményét. A több mint 300 000 alkotást korok és stílusok szerint csoportosították, így Rubljov ikonjaitól az avantgárdig minden irányzat fellelhető itt. Láthatunk portrékat uralkodókról és politikusokról. Vannak tájképek faházakkal, nyírfákkal és végtelen sztyeppékkel, de csatajelenetek is akadnak szép számmal. A nagy történelmi eseményeket hatalmas tablók örökítik meg. Termek hosszú sora tárja elénk a portrékat, csendéleteket, zsánerképeket. A festmények két dimenzióját szobrok törik meg.
A palota intarziás padlója, festett mennyezete, aranyozott ajtó és kárpitozott falai méltó hátteret biztosítanak a remek műveknek. Az évszázados múltra visszatekintő orosz ikonfestészet legszebb darabjait állították ki. Közülük néhány Andrei Rublyov és tanítványai alkotása. Rublyov nevére és élettörténetére mindenki emlékszik, aki látta Andrei Tarkovszky kultikussá vált filmjét, mely 1969-ben Cannes-ban elnyerte a filmkritikusok díját. A nagyméretű vásznak többsége történelmi eseményeket idéz, és számos festmény ábrázol hajókat, tengert, tengeri csatát. Nem véletlen, hogy többségük Nagy Péter idejéből való. Chaljapin egyike volt a világ legnagyobb operaénekeseinek. Több festő is készített portrét róla, civilben vagy valamelyik szerepében. A 19. és 20. század fordulóján élt művész kazanyi paraszt családban született. Nem csak a cári udvar ünnepelt basszistája lett, de fellépett a világ nagy opera színpadain is. A portrék és szobrok sok más híres embert is megörökítettek. A cári család tagjait, arisztokratákat, politikusokat, művészeket. Láthatjuk Gogol szobrát és szinte az összes nagy orosz zeneszerző képét. A falakról Borodin, Rimszkij-Korszakov, Muszorgszki, Glinka és Stravinszki tekint le ránk. Repin Volgai hajóvontatók című képe és az Ej Uhnyem kezdetű dal elválaszthatatlanul összeforrott. Döbbenetes a cári udvar szenátusát bemutató nagyszabású tabló, mely nem érdemtelenül kapott külön termet a múzeumban. A monumentális műben minden kis részlet, minden arc, minden gesztus a helyén van. A terem falain a képviselők portréi függnek, melyek a nagy festmény vázlatául szolgáltak. Hiteles, realista alkotás. Szemlélésébe hosszan el lehet merülni. Alekszandr Szergejevics Puskin az egyik legismertebb orosz költő, drámaíró. Szobrai egyike az Orosz Múzeum előtt áll. Metró megállót is neveztek el róla. A költő 1799-ben Moszkvában született nemesi családban. Egyik őse afrikai volt, róla írta a Nagy Péter Szerecsene című művét. A Boris Godunov, a Pik dáma, a kaukázusi fogoly és az Anyegin szerzője egy ünnepelt szépséget vett feleségül, és ez lett a veszte. Felesége jó hírének védelmében párbajozott egy francia kalandorral, és olyan súlyosan megsérült, hogy két nap múlva meghalt. Egykori háza ma múzeumként emlékeztet rá. Puskin szobra festett háttér előtt egy falfülkében áll a róla elnevezett állomáson. A szentpétervári metró a legmélyebb a világon, mert a mocsaras rész alatti kemény talajba fúrták az alagutakat. Jelenleg 4 vonal szolgálja az utazókat. A belvárosban 3 kacskaringós, de alapvetően egymással párhuzamos csatorna szolgálja a vízi közlekedést. A Mojki, a Griboyedov és a Fontanki. Mindhárom csatorna, de főként a Mojki partján a 18-19. Századi paloták és polgárházak sorakoznak. Az egyes palotákat egykori építőjük után nevezték el, és többnyire még ma is így hívják. A Nyevszkij prospekt az Alekszandr Nyevszkij kolostor és az Admiralitás között szeli át a várost.
A Nyevszkij a város legismertebb sugárútja és bevásárló utcája. Az évtizedek során számos író és költő énekelte meg. Korunk követelményeinek megfelelően persze már nyugati stílusú bevásárlóközpontot is találunk itt, ahol a legdivatosabb butikholmik között válogathatnak a kommunizmus idején ilyesmire kiéheztetett péterváriak. Az üzletek között gyors éttermek és kávézók kínálnak felfrissülést, persze a helyi átlagárak sokszorosáért. A legtöbb külföldi meglepődik azon, hogy milyen sok luxuskocsival találkozik Pétervár utcáin, és általában véve mennyivel jobban élnek az itteniek, sem mint feltételezték volna. A hiánygazdálkodás éveiben hosszú sorok kígyóztak az üzletek előtt, ma már kisebb a tömeg, mert az utóbbi években jelentősen bővültek a vásárlási lehetőségek. Legtöbben még mindig a szemközti Gosztyinyi dvorban vásárolnak, mely egy 1761-ből származó kereskedőház és piac. A francia Vallin de la Motte tervei alapján készült. A különböző áruk kereskedői szigorúan elkülönített sorokban, liniákban kínálják portékájukat, akár csak ma a török és arab kereskedők. A téli palotához közeledve egykori arisztokraták és dúsgazdag kereskedők palotáit csodálhatjuk meg. Ilyen a Csicserin palotából lett alkotóház, vagy a Rezanov által tervezett tudósok háza. A palota tér Carlo Rossi építész zsenialitásának bizonyítéka, a térformálás mesterműve. A vezérkari épület hatalmas, félkörívű főhomlokzatának közepén egy monumentális diadalív áll. Tetején, 28 méteres magasságban a Győzelem istennőjének szobra. A diadalív pont szemben áll a téli palota főhomlokzatával. Tengelyükben egy közel 50 méteres gránitoszlop magasodik, melyet a napóleoni csapatok felett aratott orosz győzelem emlékére állítottak. A 600 tonnás tömböt csak saját súlya tartja, még az újabban itt rendezett rockkoncertek dübörgő hangerejétől sem borult fel. A téli palotát, melyet a nagy októberi szocialista forradalom tett híressé, Bartolomeo Rastrelli építette Erzsébet cárnő rendelésére barokk stílusban. Mivel az uralkodó elbocsátotta, munkáját de la Motte és Rinaldi fejezték be. A palota 3,5 hektáron terül el. 1507 szobája, melyben egykor Nagy Katalin cárnő és udvartartása lakott, ma az Ermitázsnak ad otthont. Ez a világ egyik legnagyobb képzőművészeti gyűjteménye. Ma már a kis Ermitázs, a régi Ermitázs és az új Ermitázs épülete is hozzátartozik, és még így sem tudnak minden jelentős műalkotást a látogatók elé tárni. Az Ermitázs egyébként francia szó, mely remete lakot jelent, és a 18. században divatos építészeti kifejezésként olyan helyet jelentett, ahová félre lehet vonulni némi magányos elmélkedés céljából. Ezt a magányt ma már ne keressék az Ermitázs látogatói, ellenben jól teszik, ha belépőjegyüket telefonon vagy interneten előre megrendelik a hosszú sorbanállás elkerülése érdekében. A még félig kész palotát tűzvész pusztította, és bár külsejét az eredeti terveknek megfelelően állították helyre, belseje még a tervezetnél is pompásabb lett. A felújítást a legkiválóbb mesterek vezették, akik 3000 embert foglalkoztattak egyidejűleg. Így 15 hónap alatt elkészült a főlépcső boltívekkel összekötött márvány oszlopsora, a dúsan aranyozott lépcsőház, az ókori isteneket ábrázoló szobrokkal és tükrökkel ékesített előcsarnok, a barokkosan mozgalmas féldrága kövekkel, uráli színes márvánnyal burkolt, arannyal áttört tapétával és fafaragással gazdagon díszített termek. Az Ermitázsban az a csodálatos, hogy számos steril múzeumtól eltérően, melyek fehér falai mesterművek fügnek, itt maga a terem, a fal és a mennyezet is mestermű. A helyiségekben míves kandallók állnak, a freskók híres művészek alkotásai, az aranykeretes tükrök látogatók ezreinek képét tükrözik vissza. A gyűjtemény Nagy Katalin kezdeményezésére jött létre, még az 1760-as években. Ma, az orosz műveket nem számítva, 2.700.000 alkotásból áll. Ez azt jelenti, hogy ha minden tárgy előtt csak 10 másodpercig állunk, akkor 3,5 év alatt végzünk a múzeummal.
Természetesen érdemes célirányosan a minket legjobban érdeklő festményeket megnézni, ebben a katalógus és bérelhető audio kalauz, vagy az idegenvezetők lehetnek segítségünkre. Csak én és az egerek csodálhatjuk meg ezeket a pompázatos alkotásokat, kesergett Nagy Katalin cárnő, aki 30 esztendőn át gyűjtötte a világ képzőművészetének kimagasló alkotásait. Kegyence Golicin herceg fáradhatatlanul járta Európa műkincs kereskedéseit és árveréseit. A remek művek között Leonardo és Tiziano festményei, Michelangelo szobrai, El Greco, Van Dyck, Murillo, Goya, Velázquez alkotásai, Tintoretto, Veronese, Rubens és Rembrandt képei is megtalálhatók. 1764-ben egy berlini műgyűjtő 225 képét sikerült megvásárolniuk Frigyes porosz király elől. A kollekció 13 Rembrandtot, 11 Rubenst, 2 Raffaellót és 2 Holbeint is tartalmazott. Az Ermitásban külön termet kaptak a németalföldi festők, a franciák és az itáliaiak. A stílusok a reneszánsztól az impressionistán át a kubistáig terjednek. A forradalom alatt a rekvirálások és az államosítás következtében ugrásszerűen gyarapodott az állomány, mely mára elérte a párizsi Louvre állományának 10-szeresét. A festmények korok és stílusok szerint vannak elrendezve. Valamennyi alkotás külföldi, a szovjet-orosz művek az Orosz Múzeumban vannak kiállítva. Külön képtárat alkot az a 300 portré, mely a Napóleon elleni háborúk hadvezéreit ábrázolja. A festményeken kívül gazdag tárgyi anyaga van az ősi kultúráknak, az ókori keletnek, Egyiptomnak, Babilonnak, Asszíriának és a klasszikus ókornak. A görög kultúrát 5, a rómait 8 teremben mutatják be. A volt szovjet tagköztársaságok kultúráján kívül megismerkedhetünk Kína, India és Japán tárgyi emlékeivel. Ugyancsak gazdag a rajz, a metszet és az éremgyűjtemény. A szkíták aranyát, az aranykamrát és a brilliáns kamrát csak előre egyeztetett időpontban idegenvezető kíséretében lehet megtekinteni. Néhány éve egy Ermitázsról szóló tévéfilm mutatta be azt a macska hadsereget, amelyik a múzeum alaksorában lakik. Nappal külön foglalkoznak velük, éjszaka szabadon engedik őket a termekben, mert csak ezek a jól megtermett orosz cicák képesek elbánni a telente a palotákba beszabaduló patkányokkal és egerekkel, írja Uti kalauzában Vierdl Viktor. Eszerint érthető volt Nagy Katalin panasza. Az impressionisták művei Cézanne, Matisse, Monet, Degas, Gauguin és Renoir festményei, melyek a legnépszerűbbek közé tartoznak, két gyűjtő, Stjukin és Morozov munkája nyomán kerültek ide. Picasso képei két termet töltenek meg. A bérelhető sétáló magnókon kívül egyes termekben videókalauzokat is találunk. Ezek a telepített számítógépek képes és hangos információkat adnak az egyes művekről és alkotóikról. Az admiralitás épülete a Néva parton áll a Sándor kertben. Helyén Nagy Péter idejében hajóépítő műhely üzemelt. Az aranycsúcs a város földrajzi középpontját jelöli, és formailag teljesen megegyezik a Péter-Pál székesegyház tornyával. A mai épületet Andrej Zaharov tervezte II. Sándor elképzelése szerint. A klasszicista palota főhomlokzata 407 méter hosszú. Előtte a parkban még áll az a tölgyfa, amit a cár személyesen ültetett.
Az épületben jelenleg a tengerészeti főiskola működik. A Moiki csatornán hajózunk tovább, egészen a Kék híd lábáig, ahonnan már látni első Miklós lovas szobrát. A tér a Dekabristák prospektje és a Voznyeszenszkij prospekt által bezárt háromszöget foglalja el. Az Izsák székesegyház kupolája szó szerint kimagaslik környezetéből. Az Izsák tér lovarda felüli vége olyan széles, hogy nem is vesszük észre. Tulajdonképpen egy hídon állunk. Ez a Kék híd, mely vastraverzeinek színéről kapta nevét. A tér közepén első Miklós cár lovas szobra néz a kupola felé. A bronzszobor Peter Klott a szobrokkal és domborművekkel díszített gránit talapzat Montferrand alkotása. A domborművek az uralkodó életéből vett jeleneteket ábrázolnak. A négy nő alak, a hit, az erő, a bölcsesség és az igazság allegóriája. Az Izsák székesegyház a világ egyik legnagyobb kupola építménye. A kupolát borító rézlemezeket 110 kg színarannyal vonták be. Az arany nem oxidálódik, így a kupola napos időben szinte világító toronyként csillog. Először Nagy Péter építetett itt templomot a Dalmáciából származó Szent Izsák tiszteletére, mert saját születésnapja éppen ennek a szentnek az ünnepére esett. Az 1858-ban felszentelt jelenlegi székesegyház már a harmadik ezen a helyen. August Montferrand tervezte, akinek több más munkáját is láthatjuk a városban. Amikor II. Sándor cár felkérte erre a munkára, tehetséges és ambíciózus építész volt, de még fiatal és tapasztalatlan. Talán ennek tudható be, hogy bár anyagi források bőven a rendelkezésére álltak, a munka mégis 40 évig tartott. Az építkezés ugyanúgy kezdődött, mint a velencei templomok építése. 23 ezer kemény facölöpöt vertek le a mocsaras altalajba. Ezek biztosítják a hatalmas tömegű épület stabilitását. A homlokzatot 48 darab egyenként 114 tonna súlyú gránitoszlop alkotja, a kupolát pedig 24, darabonként 67 tonna súlyú gránitoszlop tartja. Ezeket azonban 43 méteres magasságba kellett felemelni. A nagy építkezésről magyarázó ábrákat és maketteket állítottak ki. A templom belsőt három mázsa arannyal és fél drága kövekkel ékesítették. 9,5 méter magas ikonosztáza karárai márványból készült. A beépített arany ára meghaladta a francia-porosz háború összköltségét. A templomot kívül-belül összesen 300 szobor teszi mozgalmassá. A 800 négyzetméteres kupola freskó Brüllov és Bruni alkotása. Az aranyozott szentek arcai a Romanov cári család portréi. Bizonnyal nem mindenki tartotta angyaloknak őket, mert a szovjet időkben letakarták az ikonosztázt. A többi szépséget azonban nyilvánosság elé tárták. A székesegyház évtizedeken át múzeumként működött, 1990-ben szentelte fel újra az orosz ortodox egyház metropolitája. A kupola alatti erkély kilátóként szolgál, a panoráma megéri mind a hosszú sorbanállást, mind a fárasztó lépcsőzést. Kevés városban látni annyi esküvőt, mint Szentpéterváron.
A fiatal párok kihasználják a jó időt és a hagyományok szellemében kimennek a bronzlovashoz fényképezkedni. Különösen sokan szeretnék, ha nászútjuk egybeesne a romantikus fehér éjszakákkal. Ezért ez az időszak az esküvők csúcsszezonja. Lépten nyomon találkozhatunk virágdíszbe öltöztetett hófehér autókkal, és ugyancsak hófehérbe öltöztetett boldog menyasszonyokkal. A bronzlovas Etienne Falconé és Marie-Annette Collot alkotása. Második Katalin állítatta Nagy Péter trónra lépésének 100. évfordulójára. A talapzatául szolgáló 1600 tonnás gránit tömböt Karéliából hozták hajóval. A Vozdeszenszki prospekten áll az egykori cári lovarda görög oszlopcsarnokra emlékeztető épülete. Szomszédságában az egykori szenátus és színódus palotája, melyekben ma közhivatalok működnek. A parton állt, a zord habok fölött, nagy tervet forgatott, és messze nézett. Elmúlt 100 év, s az új falak észak csodája díszeképpen pompázva büszkén állanak. Kecses sorban sűrűn lakott kastélyok állnak, és a szép part lüktetve él. A föld golyó minden tájáról sok hajó e gazdag kikötő felé tart. Írta Puskin a Bronzlovas című költeményében. A Teatral Naja tér nevezetessége az opera és a balett színház. Itt volt az ősbemutatója Glinka, Muszorgszki, Borodjin és Csajkovszki legtöbb művének. Az 1700 férőhelyes színházban kiállítás emlékeztet Anna Pavlovnára és Fjodor Saljapinra, előtte Glinka szobra áll. Szent Miklós a tengerészek védőszentje volt, ezért nevezték el róla azt a templomot, mely a haditengerészeti minisztérium közelében áll. A gyönyörű barokk alkotás annak a Csevakinszkinek a tervei alapján készült, aki az Új Hollandia tervezésében is közreműködött. Homlokzatát és harangtornyát dór oszlopok tagolják, melyek plasztikusan emelkednek ki a kék háttérből. A templom színével és hagymakupolájával a Smolnyra emlékeztet. 18. századi szentségfala a legszebbek közé tartozik az országban. A Gribojedov csatornán hajózunk tovább délnyugatra. A csatornák partján húzódó vaskorlátok a helyi mesterek ügyességét dicsérik, és hozzátartoznak a város hangulatához. A narvai kapu egykor a város szélén állt. A Napóleont legyőző orosz seregek tiszteletére emelték, Staszov tervei alapján. A barokk alkotást 12 korintoszi oszlop és 12 szobor díszíti. Az oromzaton a béke és a győzelem allegorikus szobrai állnak. A márványlapra a legjelentősebb győzelmek helyét és időpontját vésték fel. A hajógyár közelében csatornák által közrezárt háromszögben épült Wijn de la Motte vörös téglás épület együttese, az Új Hollandia. A romantikus külsejű, de igen prózai célú épület faraktár volt. Neve még Nagy Péter idejéből maradt, mikor egy holland házikó nevű épület állt itt. A jelenleg a haditengerészet tulajdonában lévő komplexumot a jövőben kulturális célokra kívánják használni. Innen már nincs messze a hajógyár és a Nagy Néva torkolata. A Schmidt hadnagy híd alatt elhaladva baloldalt a Vasilij szigetet látjuk, az Uspenszki székesegyház kupolájával és az egyetem épületeivel, míg jobb oldalt hamarosan feltűnik a bronzlovas és mögötte az admiralitás. Szentpéterváról azt mondják, hogy építői csontjain áll, ami igaz is. Az ide vezényelt munkások és jobbágyok közül 30 ezeren pusztultak el a nyomorúságos munkakörülmények, balesetek és a mocsaras területen dúló járványok miatt. A munka 1703-ban a svédek kiűzése után kezdődött, elsőként a Péter Pál erőd megépítésével, és 9 évvel később már állt a ma látható paloták többsége. A tervezésben számos híres külföldi, elsősorban olasz és francia mester is részt vett. A város tervezését és építését a cár személyesen irányította. Nagy Péter városa 1712 és 1917 között az orosz birodalom fővárosa, Moszkva vetélytársa volt. A Szovjetunió idején Leningrádnak hívták, és csak a gorbacsovi időkben kapta vissza régi nevét.
A Vasilij-szigetet teljes egészében a tudományoknak szentelték. Az egyetem mellett a Tudományos Akadémia, kutatóintézetek, múzeumok, könyv- és levéltárak kaptak helyet itt. Szentpétervár igazi víziváros, erre nem csak a folyón közlekedő vitorlások utalnak, de Nagy Péter címerében is egy háromárbócos láthatunk. Ezt a vitorlást szobor formájában is elkészítették, mely az aurórával szemközt egy szálloda tövében áll. A Péterpál erőddel szemközt a Vasilij-sziget választja ketté a Nagynévát és a Kisnévát. A sziget csúcsát Strelkának becézik, rajta állnak a rostrumoszlopok, melyek egy svájci építész tervei alapján készült világító tornyok. Névadó díszeik bronzhajó orrok, melyek az ókori római hagyományra utalnak. A tengeri csata után levágták a vesztes hajók orrait, és azokat győzelmi jelvényként mutogatták. A Strelkától keletre fekvő kis sziget a régi város magja. Ezen áll a Péterpál erőd és az azonos nevű székesegyház. A Nagynéva partját nyári időben előszeretettel használják strandnak a város lakói. A fiatalok különösen a Péterpál erőd kis szigetét és az odavezető Szent János híd környékét kedvelik. A vízhőfoka ritkán emelkedik 20 Celsius fok fölé, és már nem is olyan tiszta, mint régen. A péterváriak mégsem mondanak le a fürdőzésről. Az erőd története a svédek elleni háború idejére nyúlik vissza. Már akkor itt álltak megerősített földhányások, a fa védműveket hamarosan kőfalak váltották fel, és Domenico Trezzini tervei alapján kirajzolódtak az erőd falai bástyái. A történelem iróniája, hogy míg erődre volt szükség, addig a védőknek földsáncok mögé bújva kellett harcolniuk, mire felépült a minden szempontból ideális erődrendszer, addigra már nem is volt szükség rá. Ezért a cári rendszer börtönét rendezték be itt. Először Péter bátyja Alexej raboskodott itt, de voltak más illusztris vendégei is, például Dosztojevszki, Trockij és Gorkij. A komor falak közül nem csak kimagaslik, de szó szerint ki is ragyog a Péterpál székesegyház. Ez is Trezzini alkotása. Az aranytűhegyén egy angyal egyensúlyoz. A csúcs 122,5 méter magas, mert Péter határozott kívánsága volt, hogy magasabb legyen, mint a moszkvai Kreml harangtornya. A barokk csarnok templom nevezetessége, hogy benne temették el Pétert, majd leszármazottait. Ide temették újra az utolsó Romanovokat, az 1918-ban kivégzett II. Miklós cárt és családját is. Az erődben dördül el minden délben az az ágyulövés, melyhez a péterváriak az óráikat igazítják. A székesegyház mellett álló Semjakin szobor a babonások szerint szerencsét hoz annak, aki beleül az ölébe. Sokan még ma is sorba állnak, hogy ezt megtehessék, és a szoborral fényképezkedjenek. A székesegyház nyugati bejáratánál találjuk azt a csónakházat, melyben Nagy Péter 6 méter hosszú fahajóját őrzik. A hajó eredetileg a nagyapjáé volt, és a későbbi cár ezen tanulta meg a hajózás fortéjait. Az erődtől keletre zöldel a Trojicskaja plosagy, vagyis a Szent Háromság tér, mely egészen Péter kis faházáig húzódik. A ligetes területen egy szép kápolna áll, előtte egy régi vitorlás horgonyoz, mely már évek óta étteremhajóként működik. Még a perestroika idején sem volt zavartalan az áruellátás, és a vendéglátóhelyek jó része sem működött zökkenőmentesen. Mára azonban Oroszország, és azon belül is különösen Szentpétervár viharos sebességgel zárkózik fel a többi volt kelet-európai ország szintjére. A városban számos kitűnő éttermet találunk, melyek bár nem mindig olcsók, de méltóképpen reprezentálják a kitűnő orosz konyhát. Ilyen ez a háromárbócos is, melyet helyiek és turisták egyaránt szívesen keresnek fel. Fedélzetéről a nyári kertre látni, mely elsősorban a Jurij Welter által tervezett kovácsolt vas kerítéséről híres. A kerítést angolok szerették volna megvenni, de az oroszok semmi pénzért el nem adnák. Péter házacskája közvetlenül a Néva partjára épült.
A városalapító nagy uralkodó igen szerény körülmények között töltötte idejét ebben a kis rönkházban, mely köré egy téglaépületet húztak, hogy megóvják az időjárás viszontagságaitól. Az emlékszobában a cár eredeti bútorait és használati tárgyait láthatjuk. Szokatlan a motorizált 21. század és az ortodox vallás találkozása. A pópa megáldja az újonnan vásárolt autót, hát ha ez majd megvédi a benne ülőket a balesetektől. A Petrovszkaja rakparton két folyóág találkozásánál horgonyoz a híres Aurora cirkáló. A folyó túlpartján az 1970-ben megnyitott Szentpétervár szálloda modern tömbje található. Az egyébként nem túl szép hotel ablakaiból fenséges panoráma tárul a vendégek szeme elé. Az itt lakók a hatalmas ablakokon keresztül minden nap az Aurora cirkáló látványára ébredhetnek. A hadihajó 1956 óta ingyenesen látogatható múzeum, mely őrzi eredeti felszerelési tárgyait. A 6700 tonnás, 124 méter hosszú hajót Péterváron építették 1897-től az új admiralitás műhelyeiben, és 1900-ban bocsátották vízre. Nevét, mely hajnalt jelent, egy a Kamcsatka félszigeten 1854-ben elsüllyesztett hajó után kapta. Tervezője Tokarjevszki volt. Először az orosz-japán háborúban, a csuzimai ütközetben vetették be. Jegorjev kapitány és 12 matróza meghalt a csatában, mely a japán túlerő győzelmével végződött. Fülöp-szigeteki kényszerpihenő után csak egy év múlva tért vissza a hajó Pétervárra. Az első világháború kezdetétől a Finnöbölben harcolt. 1917-ben matrózai kapcsolatba kerültek a forradalmárokkal és fellázadtak. A kapitány a matrózok közé lövetett, mire a forradalmárok letartóztatták a kapitányt és tisztjeit, és átvették az uralmat a cirkáló fölött. Október 25-én este 9 óra 40 perckor a hajó hat hüvelykes ágyújának lövése adott jelet a téli palota ostromára. Másnap Lenin a hajó morze készülékén tudatta a világgal, hogy az ideiglenes kormány megbukott, és győzött a szovjet hatalom. Az Aurora 1922-ig teljesített szolgálatot a flottában. 1923-tól iskolahajó volt, és csak a II. Világháborúban tért vissza az aktív szolgálatba. Nagy kaliberű ágyúi az ellenséges repülőgépeket támadták. 1948-ban horgonyozták le mai helyén a Nahimov tengernagyról a krími háború hőséről elnevezett haditengerészeti középiskola előtt. A hajó belseje úgy néz ki, mintha a legénység csak tegnap hagyta volna el. Megnézhetjük a matrózok szállását a függőágyakkal és a matrózládákkal. A kiállításon fényképeket láthatunk a hajó egykori személyzetéről. Az Aurórán egyidejűleg 570 ember szolgált. Nem távolították el a fegyvereket sem, csak hatástalanították őket. 8 152 mm-es, 24 75 mm-es löveg, két deszantágyú és három torpedó kilövő ma is van a fedélzeten. A hajó mögött a parkban a flotta fennállásának 300. évfordulójára emelt emlékművet láthatjuk. Noha Vlagyimir Iljicsnek értelemszerűen már nincs akkora kultusza, mint a Szovjetunió idején volt, több szobrát meghagyták a városban. Jevszejev szobrászművész Lenint ábrázoló művét a finn pályaudvar előtt állították fel, ahol a forradalmár hosszú emigráció után először beszélt a nyilvánosság előtt. A 293-as számú mozdony, melyen Lenin visszatért Pétervárra, hogy a fegyveres felkelést vezesse, ma is látható a pályaudvar egyik mellékvágányán. Az eredetileg 1870-ben épült vasútállomást modern beton üvegépületté alakították, ezzel egyidejűleg kialakítva a szökőkutas tér mai formáját, melynek mértani középpontjában áll a szobor. A Néva nagy keleti kanyarulatában egy meseszép kék-fehér épület áll. A Smolnyi nevét a szurok adta, amit a hajóépítéshez főztek itt Nagy Péter idején, hírét pedig Lenin, aki itt rendezte be dolgozószobáját a forradalom idején. Az eredetileg kolostornak szánt épületegyüttest sohasem használták rendeltetésszerűen. A legenda szerint azért, mert egy pap felakasztotta magát, és ezzel megszentségtelenítette az épületet. Erzsébet cárnő udvari építészét Rastrellit bízta meg a barokk kolostor felépítésével.
Tervei szerint időskorában ide vonult volna vissza, azonban nem érte meg az épület elkészülését. Utódja II. Katalin nemes kisasszonyok oktatási intézményét alakítatta ki itt. Ez volt az első ilyen jellegű intézet Oroszországban, mely egészen 1917-ig működött. A falak négyszögletes udvart zárnak körül, mind a négy sarkán torony magasodik. A hagymakupolás székesegyházat végül Staszov építész fejezte be. A középső torony kupolája 85 méter magas. A Szmolnyiban ma a főpolgármesteri hivatal és néhány más közhivatal működik. Alekszandr Jaroszlavics herceg a svédek elleni névaparti győzelme után kapta meg a Nyevszkij melléknevet. Az Alekszandr Nyevszkij kolostort Nagy Péter alapította, aki igen nagyra tartotta elődjét, a szenté avatott hadvezért. A kolostor két oldalán alakult ki a város két legrégebbi temetője, a Lázár és a Tyichvin temető. Ez utóbbit a művészek nekropoliszának is nevezik. Számos híres ember között itt nyugszik Dosztojevszkij, valamint a Pétervári Egyetem és az Akadémia kiválóságai mellett néhány színész, rendező és táncos. A zeneszerzők közül Muszolszkij, Borodin, Rimszkij-Korszakov, Rubinstein, Glinka, Csajkovszkij és Stravinszkij síremlékei érdemelnek figyelmet. Alekszandr Nyevszkij földi maradványait a Kolostor együttes legrégebbi épülete, a Szeplőtelen Fogantatás temploma őrzi. Nyár van, gyönyörű arany évszak, melyben a nappali fény elorozza az éj uralmát, s itt járó idegent lebilincsel az északi égbolt, édes fény, s tisztult árnyékok bűvöletével. Mert dél kék ege így derült és fényt még sose látott. Most néváras nagyszerű Pétervárra az este fátylat nem tereget, s árny nélkül száll le az éjjel. Ilyennek látta a költő Gnedzsics a fehér éjszakákat. A fehér éjszakák idején több művészeti ágat felölelő fesztivál szórakoztatja a közönséget. Ez sem lehetne teljes orosz néptánc és zene nélkül. A kalinkát, a kozák táncot vagy a nyírfácska együttes produkcióját szinte mindenki ismeri a tévéből. A műsoros esten hasonló előadást láthatunk a csodaszép ruhákba öltözött énekesektől és táncosoktól. A nézőket a szünetben orosz pezsgővel kínálják, miközben korhűen öltözött párok menüettje szórakoztatja őket. Thank you.
Késő éjjel felnyitják a nagy Néva hídjait, hogy az egész nap itt veszteglő nagyhajók kifuthassanak a tengerre. Ilyenkor éjszaka, ha már a metró sem jár, bizony csak hosszú kerülővel, vagy egyáltalán nem lehet átjutni a Néva folyó túlpartjára. Ezt jó, ha a turisták is figyelembe veszik programjuk szervezésénél. A várostól délnyugatra a Finn-öbölbe látogatunk. Petrodvorec Nagy Péter nyári kastélya, mely nem is egy kastély, hanem valóságos palota együttes. Fényűző épületekkel és hatalmas parkkal a Finn-öböl partján épült, mintegy 30 kilométerre a városközponttól. Nem csak kocsival, busszal vagy helyi érdekű vasúttal látogathatunk ide, hanem sétahajóval vagy szárnyas hajóval is, melyek a téli palota elől a Néva rakpartjáról indulnak. A központi palota épületben rendezték be a múzeumot. Az első palota Péter cár rendelésére 1723-ban készült el. Jean-Baptiste Leblon és Niccolò Michetti impozáns alkotását néhány évtizeddel később Erzsébet cárnő már nem találta elég fényűzőnek, ezért udvari építészével Rastrellivel átalakítatta. 1752-re elkészült a palota mai 300 méteres szélességben terpeszkedő homlokzata. Az épületet klasszicista és barokk elemek jellemzik. Öböl felüli homlokzatán látványos frízek és pilaszterek törik meg a falsík egyhangúságát. A belső építészeti kialakítás sem egy névhez kötődik, mégis talán Jurij Veltent kell kiemelnünk, a trónterem és a fehér ebédlő megálmodóját. Lunacsarszky szerint az orosz Versailles a művészetek gyöngyszeme. Petrodvorec minden ízében lenyűgöző, a legérdekesebb mégis az újjászületése. Az egész komplexumot a parkkal és a szökőkutakkal egyetemben először kirabolták, majd szinte a földdel egyenlővé tették a hitleri fasiszta csapatok. Ilja Ehrenburg írta az Örök Város című elbeszélésében. Nehéz szívvel nézzük Peterhofban a paloták romjait. Ezeket nem lehet újjáépíteni. A Peterhofi palota gyógyíthatatlan, legjobb, ha csak fenséges rom marad, miként az Akropolis romjai, hogy építőjének teremtő szellemére és a fasiszták barbárságára emlékeztesse az utódokat. 3000 fa pusztult el a Peterhofi palota kertjében, megritkult a park, mint egész Európa. Mindent előről kellett kezdeni. A korabeli rajzok, leírások, festmények és a későbbi fényképek, valamint szemtanúk segítségével nem csak újra felépítették a házakat, ugyanolyanra, amilyenek voltak, de úgy is rendezték be őket. Az összes aranyozás, freskó, faragás, goblen, falikárpit és kályha csempe a legapróbb részletekig megegyezik az eredetivel. A háború után számos kincs és festmény visszakerült, de amelyik nem, azt is más múzeumokból vagy palotákból származó korhű darabbal pótolták. Restaurátorok ekkora munkát talán sehol nem végeztek. A 800 hektáros terület központi palotája egy 18 méter magas dombon áll, és fő homlokzatával a tenger felé tekint. A 100 hektáros alsó park is a tenger felé nyújtózkodik. A lejtőnek és gravitációnak itt igen fontos a szerepe, mert a lenyűgöző szökőkút különlegességeket a víz esése és ereje működteti, mindenfajta elektronikus vagy mechanikus szivattyúk és pumpák közbeiktatása nélkül. A víz a Ropsai és Kipeni magaslatokról érkezik, 22 kilométeres távolságból és 100 méteres magasságból. A rendszert Vasilij Tuvolkov tervezte 1735-ben, és azóta is fennakadás nélkül működik.
A 102 hektáros alsóparkban működik a világ legnagyobb és leglátványosabb szökőkútrendszere. Noha máshol is van hasonló, például Ausztriában, a Salzburg melletti Mirabel kastélyban, Petrodvorec területileg és a szökőkútak számát tekintve is nagyobb. 140 készülék naponta mintegy 100 000 köbméter vizet lövel ki. A szimmetrikus központi kaszkád 17 lépcsőből áll, 39 aranyozott szobor és számos dombormű díszíti. A hatalmas vízmennyiséget egy csatorna vezeti a tengerbe, egyúttal ketté választva az alsó park keleti és nyugati részét. A mérhetetlen pompával és fényűzéssel Nagy Péter a svédektől megszerzett tengeri hatalmat és birodalma nagyságát kívánta szimbolizálni. Petrodvorec nem titkoltan Versailles kívánta utánozni, és az oroszlánt puszta kézzel legyőző Sámson aranyozott szobrával a svédek elleni győzelemre kívánt utalni. Az 5 tonnás alkotást Kozlovszkij szobrászművész készítette a csata 25. évfordulójára. Az oroszlán szájából 20 méteres vízsugár tör elő. A lépcsős központi vízesésen kívül számos más látnivalója is van a parknak, melyben 20 kisebb épület áll. A park hatalmas mérete indokolja, hogy kerékpáros riksákat lehet bérelni, melyekkel kényelmesebb a közlekedés. Péter kedvence a Mont Plaisir volt, közvetlenül a tengerparton, kitűnő panorámát kínálva az öbörre. Az uralkodó itt tartózkodott legszívesebben, itt rendezte be azt a képtárat, melyben személyes kedvenceit állította ki, és itt fogadta legközelebbi ismerőseit, míg a követekkel és hivatalos látogatókkal a nagy palota tróntermében tárgyalt. A tengerparton áll az a szobor, melyet állítólag Péter személyesen készített. Az oroszok szerencsehozó képességet tulajdonítanak a szobornak, ezért a turisták is lelkesen simogatják a lábujját. A Marly palota a vendégek elszállásolására szolgált, míg a vendégségbe hívott művészek, voltak bár festők, szobrászok, költők vagy zenészek, a petrodvoreci kis ermitásban nyertek el helyezést. A paloták és kertek stílusa, de elnevezései is jó kifejezése juttatják, hogy a cári udvar hosszú időn át mindenben a francia mintát kívánta követni, és nagy szerepe volt abban is, hogy a francia nyelv vált a diplomácia hivatalos nyelvévé. Az orosz gasztronómia is sokat köszönhet a galloknak. A hosszú és pompás étkezések külön érdekessége volt a terű asztalkám. Az ovális ebédlőasztal közepét le lehetett ereszteni a konyhába, ahol megrakták minden földi jóval, majd felhúzták az étkező terembe. Eredetileg a személyszállítást is lift szolgálta, de miután első pál egyszer beleesett a liftaknába, dühében megszüntette azt, és lépcsőt építetett a helyére. A vidám szökőkutak a legváratlanabb pillanatban spriccelik le a gyanútlan látogatót, ha rossz kőre lép. Petrodvorec megálmodója Nagy Péter minden oroszok cárja ellentmondásos egyéniség volt. Több mint 2 méter magas, impozáns külsejű férfi. Igazi reformer, aki sem önmagát, sem alattvalóit nem kímélte nagy céljai érdekében. Elkötelezett patrióta, de feudális önkényuralkodó. Hosszú külföldi utazásai alatt sokoldalú tapasztalatokat szerzett, és kitanulta a hajóágy szakmát. Szentpétervár felépítése nem csak saját ambícióit és hiúságát szolgálta, szilárdan hitt az európai Oroszországban. Hadvezérként nyugati mintájú hadsereget, ütőképes tengeri flottát hozott létre.
Uralkodóként szívén viselte az arisztokrata gyermekek oktatását, fontosnak tartotta a technikai fejlődést. Hiú emberként szorgalmazta Szentpétervár és környékének kiépítését, többek között azért, mert ebben látta annak biztosítékát, hogy neve és műve mindörökre fennmaradjon. Petrodvorectől délre találjuk Puskint. Noha Puskin 1937, azaz a nagyköltő halálának 100. évfordulója óta viseli ezt a nevet, még ma is jobban ismerik Cárszkoje Szeló, azaz Cári falu néven. A rezidencia stílusát és belső berendezését tekintve igen emlékeztet Petrodvorecre, csak a szökőkutak hiányoznak. A területet Nagy Péter ajándékozta feleségének Katalinnak, aki a kor legjobb mestereivel terveztetett magának palotát. Braunstein, Ferster, Zemcov és Kvassov kezdték el a munkát, melyet 1751-től Rastrelli folytatott. A területen két nagyobb palota, a Katalin és a Sándor palota áll, két jól elkülöníthető parkrészen. Puskinváros legjelentősebb látnivalója a Katalin palota. 306 méter hosszú, két emeletes homlokzatát kék-fehérre festették, és számos aranyozással díszítették. A timpanonjait korintoszi oszlopok, a főbejárat feletti erkélyt oszloppárok tartják, és barokk szobrok díszítik. A mozgalmas épület stílusa alapvetően barokk, de klasszicista elemek is színesítik. A palotának három igen híres terme van. A nagy terem 900 négyzetméter alapterületű. Csiszolt tükrei a hatalmas ablakokon beáradó napfényt, sötétben pedig 56 falikar és csillár fényét tükrözik vissza. Szintén igen szép a pasztel zöld színű, gipsz stukkós, intarziás parkettájú ebédlő. Legnevezetesebb a borostyán szoba. Ennek 50 négyzetméteres falborítását porosz és dán mesterek faragták borostyánból, első Frigyes porosz király számára. A katona király szenvedélyesen gyűjtötte hadseregébe az átlagon felüli testmagasságú harcosokat. A már akkor is hatalmas értéket képviselő borostyán szobát elcserélte a cári gárda 55 szép szál katonájáért. Péter cár Petrodvorecbe szállította a műkincset, mely az ő halála után a téli palotába került. Erzsébet cárnő kérésére Rastrelli 1755-ben beépítette a Katalin palotába, ahol tükrökkel és féldrágakőből készült intarziákkal megduplázta a borostyán felületét. A szoba eddig is hányattatott sorsa 1941-ben teljesedett be, amikor a Wehrmacht műkincsrablói lebontották, vonatra rakták, és 300 ezer más rablott műkincsel együtt Königsbergbe szállították, ahol nyoma veszett. 1979-től kezdve próbálták újra alkotni. A munka azonban pénzhiányában akadozott. Végül egy német részvénytársaság 3,5 millió dolláros adományával vált lehetővé, hogy Szentpétervár alapításának 300. évfordulóján Putyin orosz elnök és Röder német kancellár közösen avathatták fel ezt az igazi különlegességet. Puskin itt járt líceumba, így írt Cárszkoje Szelóról. A dombról messze csillanóan gyöngyvízesések hullanak. Najádok fürdenek a néma tisztatóban. A lusta vízen ringanak, amott az égbe fel magas falak merednek, mint fellegek fehér derengő oszlopa. Nem itt van-e hon a földi isteneknek, s orosz Minervának temploma? Oroszország első vasútvonala Szentpétervárt kötötte össze Cárszkoje Szelóval és Pavoszkal. A vasútállomás mellett egy zenepavilont építettek, ahol a kor híres zenészei játszottak. Koncertezett itt Schumann és Liszt Ferenc, énekel Csáljapin. Johann Strauss és zenekara, akik 15 éven át állottak a cárok szolgálatában, a vasútállomáson várták a magasrangú látogatókat, és zenéjükkel szórakoztatták őket, míg trojkába szálltak. Erre emlékeztet a nagy zeneszerző itt álló szobra. Gleb Botkin szerint Cárszkoje Szeló egy magának való külön világ, a mesék birodalma. A palotában ma is dolgoznak borostyán faragó mesterek. Az általuk készített kis emléktárgyak megvásárolhatók a múzeum boltjában. A szemünk láttára csiszolnak ékszereket az ősi fenyőfák megkövült gyantájából. Az egykori fenyves erdők helyén létrejött rétegekben, hol telepekben, hol szorványosan találhatók a borostyán sárgás vagy barnás kövei. Európa legrégebben ismert lelőhelye Németország keleti tengeri partvidéke. A borostyán szoba alapanyaga is innen került ki. A szobát még fényképen sem vihetjük haza, mert a fotózást és a videózást szigorúan tiltják, de egy-egy kisebb darab otthon is felidézheti látogatásunkat.
Puskinvárosban találunk egy az orosz népi építészetet idéző faházat, melyben turista csoportokat látnak vendégül ebédre vagy vacsorára. Az étlapon ilyenkor zakuszki szerepel, azaz étvágyfalatok, melyek közül nem hiányozhat az orosz kaviár, majd valamilyen leves, borscs, scsí vagy szoljanka. Ezt hús vagy halétel követi. A desszert pedig fagylalt vagy blini, mely édesen és sósan is fogyasztható palacsintaféle. Mindezt természetesen valódi orosz pezsgővel öblítik le. Pavlovszkot mindössze a vasútvonal választja el Puskintól. Nagy Katalin ezt a területet fiának Pálnak adományozta, aki szeretett itt a Szlavjanka folyó sűrű erdeiben vadászni. Mivel udvari vadászat nem létezhetett fényűző külsőségek nélkül, Pál hamarosan kastélyt emeltetett ide. A terveket az a skót építész Cameron készítette, aki már a Czarskoje Selo átépítésében is részt vett. Pavlovszk patkó alakú kastélya kívül-belül eltér Peterhof és Puskin palotáitól. A klasszicista épület egyes helyiségeit egyiptomi, görög vagy római motívumok díszítik. A berendezés talán nem annyira egységes, mint a két másik rezidencián, azonban derűs és életteli. Pál hivatalos nyári rezidenciájává tette Pavlovszkot, mely az itt tartott irodalmi estekről és felolvasásokról is híressé vált. A 600 hektáros tájkert igazi kialakítására azonban csak Pál halála után került sor. Özvegye az olasz Pietro Gonzagát bízta meg a kert és a benne álló közel 60 kisebb épület megtervezésével. Mai napig ezt tartják Európa egyik legszebb tájkertjének, mely természetvédelmi védettség alatt áll, és maximálisan különbözik a mesterséges parkoktól. Cameron, Rossi és Gonzaga alkotásai közül a Barátság templomát, a Három Grácia pavilonját, a mauzóleumot, a Rossi lugast, a Visconti hidat és a Világvége tornyot érdemes megtekinteni. A.A. Ignatyev, a cári gárda tisztje, ilyennek írt le egy udvari bált. A legelsők között érkeztem. Az arannyal hímzett vörös frakkot viselő udvari lakályok még lefelfutkostak a süppedő szőnyeggel takart lépcsőn, üvegcsékből udvari parfümöt csorgattak izzó öntött vas lapátokra, s ettől sajátos, jellegzetes palotai illat áradt. A nagy teremben még nem gyújtották meg a középső csillárt. A sarokban az udvari kórus vörös frakkos zenészei kényelmesen rendezgették hangszereiket. A vendégek hamarosan összegyűltek, a csillár kristálya szivárvány színben csillogott az ezernyi villanylámpa fényében, a teremnek szomszédos csarnokban pedig már megnyitották a büfét, amelynek magas, melligérő pultján pezsgős, áfonyaszörpös és mandulateljes palackok, gyümölcsökkel és az udvari cukrászatban készített süteményekkel és bombonokkal megrakott tálcák sorakoztak. Ilyen nyalánkságokat sehol sem árusítottak, és mindenki azon iparkodott, hogy minél több édességet vigyen haza. Csak hamar a tisztek nagy része a hölgyek és kisasszonyok elé sietett, hogy mi hamarabb táncra kérjék őket. A zsibongás nőttön nőtt, és már csak üggyel bajjal lehetett utat törni ebben a tarka és elegáns tömegben. Az ajtók előtt, melyen a cári családnak kellett bevonulnia, magasrangú udvari kíséret gyülekezett. A bálon minden megszabott rendjén ment. Az udvari szertartásmester koppantott pálcájával. Egy szempillantás alatt halálos csend támadt, és a néger által kitárt ajtókon bevonult a cári család, a cárral és a cárnéval az élen. 7 évig szolgáltam a testőrgárda ezredben, és már jól ismertem minden nagy udvari fogadást, ezért nyugodtan beszélgetni kezdtem egy hölgyel, aki felkeltette érdeklődésemet. A legtöbb vendég azonban előre furakodott, hogy jobban láthassa a hagyományos polonészt, mellyel a bál kezdetét vette.
A parkban egy ugyanolyan Eros szobor áll, mint a londoni Piccadilly Circusön. A fiatalok, a frissen érettségizettek és a szerelmesek kedves ünnepét nyár elején tartják, amikor a híres fehér éjszakák amúgy is romantikus hangulatot sugalnak. Alexander Green írt egy romantikus történetet egy lányról, aki már egészen kicsi korától kezdve arról álmodik, hogy érte nem fehér lovon jön a herceg, az ő szerelmese vitorlás hajón érkezik, de nem akármilyenen, hanem olyanon, amelynek bíborvörösek a vitorlái. A bíborvörös vitorlák ünnepe ezt a történetet eleveníti fel. A leérettségizett és éppen nagykorúvá vált fiatalok ekkor ihatnak először hivatalosan alkoholt. Így felkerekednek és párosan vagy csapatosan, kezükben egy-egy üveg orosz pezsgővel nekiindulnak a Néva partján sétálni, a fehér éjszaka derengő fényében. Hatalmas népünnepé kerekedik ebből, már csak azért is, mert a mesés történet dramatizált változatát a téli palota előtti tér hatalmas szabadtéri színpadán mutatják be. Szimfonikus zenekar, gumikötélen lógó akrobaták és balettáncosok közreműködésével. Felgyújtják a rostrum oszlopok 7 méter magas fátya lángjait, és a hajnalnak azon órájában, mikor az év legrövidebb éjszakája borul a városra, párját ritkító tűzi játék veszi kezdetét.